10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Dezső Vecs vagyok, és elkezdtünk a legújabb Budapest videóhoz. Itt van velem Szabi és Timi. Hi. Elnézést, igazából hölgyeké az elsőbség. Már nagyon fáradtak vagyunk, egész nap forgattunk. Ma is egyébként zseniálisak voltunk. Elérkeztünk a legújabb játékunkhoz. Most ki ismeri jobban a másikat fogunk játszani. Mindenkinek ugye a párja a kabarettúrsó felén van. Rebecca, Dominik és Patrik. És ők fognak konkrétan olyan kérdéseket feltenni nekünk, vagy éppen Bálint, ezt nem tisztáztuk le, amit velük kapcsolatosan az adott csapattárs kell tudjon a másik szeméről. Nyilvánvalóan, hogyha eltalálod, pontot kapsz, hogyha nem, akkor nem. Úgyhogy a pontháború az továbbra is él. Aki most pontot fog szerezni az egész körnek, versenynek a végén, az majd a holnapi napra kapja meg azt a plusz pontot, amit most el fog nyerni. Az előtti videókat, hogyha még nem láttátok volna, a csatornán megtaláltok őket, vagy ott teszek a linkek a leírásba, illetve az előző részeket is nézzétek meg. Nagyon-nagyon érdekes, higgyétek el nekem, most a Budapest megdermedve kalandja van éppen itt Erdélyben. Ezt forgatjuk, reméljük, hogy tetszik nektek, és továbbra is tetszeni fog. Minden egyes héten egy darab részt, azaz egy darab részt posztolunk, úgyhogy elég sokáig fog menni ez a sorozat, reméljük, ha nem kaszálják el. Köszi. Bálint felteszi neked a kérdést a csapattársaddal Dominikkal kapcsolatosan, te pedig helyesen kell megválaszolni azt legjobb tudásod szerint. Te írtad a kérdéseket? Igen, Dominik írta a kérdéseket a saját magáról. Igen, a helyes válaszok is le vannak írva, és nem menet közben fogják kitalálni. Nehezek. Ismét itt ülök a kamera mögött, és a kezemben pedig a kérdések. És a játékmesteri pozíciót átvenném, hogyha készen álltok. Hármas kőpapírólóval fogjuk eldönteni, hogy ki fog kezdeni. Mind a hárman egyszerre fogunk kőpapírólozni. Mehet? 3, 2, egy kőpapírólló! Oké, Szabi kiesett. Kőpapírólló! Kőpapírólló! Most ki nyert? Rebecca, most ne nézz ide, most látszik, hogy... Szerencsére nevetett, és nem megmagasolta magát is jött be, és akkora pofon nekem. Kőpapírólló! Akkor én nyertem. Oké. Okay. Akkor, Dezső Bence, kész vagy? Az első kérdés nekem szól majd Rebekával kapcsolatosan. Mehet? Mennyire nehezek a kérdések szerinted? Azt mondta Rebeka, hogy hardcore. Eléggé? Hardcore? Hát igyekeztünk az olyan kérdéseket összegyűjteni, ami nem a hétköznapi könnyű válaszokat. Hány kérdés? Én már most feladom. Kezdődik. Mikor van Rebeka névnapja? Júj! Mondtam, az nagyon sok! Ti most teljesen szórakoztok az veled. Rengeteg. De ne segíts nekik! Tehát várjatok, nem sietem el a választ. Ezt mondta Rebecca, ne siessem el a választ. Egy probléma van ezzel, és ezt szerintem ti is jól tudtátok, dátumokban én semmi. Hát, a saját névnapomat nem tudom, Bálint, a saját névnapomat. Hát széki vagyok. Tehát akkor egy tip. Várjál már! Ne segíts! Hát ezt mondta, hogy ne siessem el, te meg elsietetnéd. Ez globál fesz. Ezt a hülyeséget. De nem, most az, hogy meg fog haragudni, de nem azt, mert nem tudom. De ezt a hülyeséget. De te is mondhattad volna, olyan kirembe esélyem van, mert ez konkrétan egy olyan. De bólogathatsz Bálint, mert nem tudom a névnapját senkinek. A sajátomat sem tudom. Jó, most ne készülj ki, nyugi. Szóval a kövi az meg akkor Timi lesz. Igen, tehát csúszunk tovább. Figyelj! Én elengedve ültem. Mondok, hogy ne engedve. Jó. Figyelj. Milyen tetoválás van Patrik füle mögött? A nyakán 44. Az nagyon jó. Talán. Az szép. Jó. Szép. Jó volt Bálint. A kövi az legyen, hogy szakálla van-e Patriknak, vagy nincs. Van neki. Tehát, hogy inkább lehet, hogy hány éves Patrik, de hogy... Royal Szabolcs. Dominika kapcsolatos kérdés. Melyik volt Dominik első tetkója? Áááá, és tudom, hallod? Hát itt tudom. Azt hittem, hogy nem fogom tudni. Aha. Még azt is tudom, 17 évesen csinálták, vagy 14. Hát vagy 14. 14 évesen csinálta apukád, és egy metálljel, egy csillagba a nyakadon hátul. Igen. Pont. Szép. Legyen dátum, léci, jó? Jó. Oké. Okay. Mikor? Mióta videózik Rebecca? Hány éves korában vették Enjoyt? Adjatok már hülyeségekkel, tényleg, hát fel fogok állni. Mármint, hogy Rebecca hány éves volt, vagy a ló hány éves volt? A ló hány éves. Ja, a ló 3, a Rebecca nem tudom hány éves volt. Több akkor éves. Pont! Melyik városból származik Patrik? Hát Sepsiszentgyörgy, mint a... Biztos? Na jó, álljunk meg. Ti most szórakoztok. Faszkány, okay, nem gondoltuk, hogy tudjak, ki mi Sepsiszentgyörgy. Oké. Ezt osztottuk
ültünk hárman, hogy nem tudja. Ott ültünk már, miért ne tudnál? Nem, kedden ott utálok, én azt mondtam, hogy ez tudom. De várj, álljunk meg, itt a kamerában amúgy, mondom. Amúgy, várjatok, 2 napja tudom körülbelül. Mert én most jöttem rá, hogy ők mindketten itt laktak, és most lenyomoztam este isten. De amúgy eddig nem tudtam. Csak most jöttem rá, hogy amúgy ti itt netetek. És megnéztem, hogy mennyire laktatok, és megnéztem, hogy hol laktatok. És milyen hangot ad ki a Tinder, amikor meccs van? Padomi! Ja, ezt tudom. Ti miért alszotok együtt amúgy? Na mindegy, ez fagy. Mi van? Egy szobában. Ketten. Ti is nézi egy csajnak a lányát. Melyik ismerkedtetek meg Dominika? Júj, az a baj, hogy ez, én nagyon sokat gondolkoztam rajta az utóbbi hetekbe, és nem tudom, de... Én nagyon, bocsánat, ez volt, de nagyon sokat gondolkoztam rajta. Ti most szórakoztak, mindenkinek olyan könnyű kérdés. Az, az van, hogy most... Milyen egy év számot kell. Most hozta fel a... Most hozta fel a Facebook, hogy 5 éve ismerjük egymást Facebookon. Pont amiért elkezdtünk videózni. Nem, most egy hete, amúgy tényleg. Igen. De szerintem... Te számod vissza. Nem tudom, hogy az Instagram? Hát egy Facebookon nem tudom, hogy már ismerősök voltunk-e. Akkor, amikor... De várjál, az kell, amikor először ott gurultál rollerrel, és akkor találkoztunk. Hát egy évszám kell, vagy mikor... Most van 2000... 28? 2000... Hát mennyi van? 10... Minusz 20. Nem, hát akkor 5-6-ot vanok le a 20-ból. És akkor az mennyi? Hogy 2014. Talált. Húú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 
Nincs tetoválása. Vagy! Mégis! Van tetoválása? Nincs tetoválása Rebekkának. Az legelső tetkóját... Mi? Nincs tetkója. Hiába nézel így rám. Mi van? Ez halászik. Az globál fesz. Most mi van? Szép volt, nincsen neki tetoválása, csak megvártuk ezt a helyzetet. Köszönjük szépen! Én most nézegettem a szemöldökét, hogy valami, hogy mi, hol, mi? Mióta szerepel Patrik a Brodapestben? Hallod, én fel fogok állni innen, tehát... Nem fogja tudni. Nem, ezt nem fogja tudni. De fogja tudni, ez a legkönnyebb dolog a világon. Tehát gondolnád, hogy jó, beugratos lehet, de ha belegondolsz, nem. Nem, ezt hónapra mondja meg. Hónapra mondja. Hónapra kell megmondania. Pontosan. Hát, igazából ők együtt kezdték el még ezt promózni, amikor együtt laktak, de hivatalosan most van a videóban, mostantól ebből az évattól. De mi a válaszod? Mi a válasz? Hát, oké, akkor mi a kérdés? Mióta van a teambe, vagy a YouTube csatornán? Mióta szerepel Patrik a Brodapest? De várjál, hogy ez nem kell. Nem mindegy, ez mert amikor együtt laktak ők, volt közös instájuk, meg rakták ki a De most az érdekel, hogy a csatornán vagy a Brodapestben? Magában a Brodapestben. A Brodapest a kezdetek, tehát hogy mióta van benne? Mostanóta. Mostanóta. Hát? De ez hülyeség. Azt mondja, a Brodapest csatorna kezdetek, ez tegnap előttől van. De ő ezt mondta. Nem, azt kérdeztem, vágás a Brodapest csatorna kezdetek, tehát hogy mióta van. Amúgy nem. És azt mondtad, hogy a csatorna. Nincs igaza. Royal Szabi. Csak mondom. Csönd. A Patrik, hogyha csak a csatornát nézzük, még nincs benne Brodapestben. Mert amikor ezt a videót forgatjuk, még nem ment. 200 IQ. Hány városban lakott Dominik? Jó. Azt kellett volna, hány lakásban. Jó ég. Láttátok Dominik fejét ilyen. Atya jéget. Hát, nagyon sok. Nagyon sok. Figyú, azt tudom, hogy... Kezdj el számolni. Jó, figyú, visszafele számolok. Most voltál Németországban, laktál ott is valami város volt, nem tudom, a nevét, most ezt tudnom kell? Bayern München. Nem, azt egy igen, volt Németországban, Békés Csaba, Herend. Igen. Balatonfüreden is laktál, lényegében, fönntartál, emlékszem, hogy hol laktál. Győr. Budapest? Várjál. Szatymaz? Jó reg Szatymaz az korik volt. Budapest? Fú, az esküszöm még egy volt valami. Mindig mondtad gyerekkorodban, valahol. Ahol felnőttél. Nem Herendel, hanem itt a... Hát, de az hazudott, az MS-e volt. Nem volt. Robert Gidáiknál a két... Egy számot kell mondani a végére. Hány város? 7. Talán. Tényleg? Hölgyeim és uraim, a végeredmény a következő. De várjál, Szabitól ugyanígy készítem tőle? Igen. Hoppá.
Szóval az eredmény a következő: Timinek 3 helyes válasz, Bencének 2, Szabinak 3, úgyhogy 3 ponttal mennek holnap tovább a Timiék, 2-vel Bence és Rebeka, és Dominik és Szabi pedig 3-mal, amit a holnapi naphoz fogunk hozzászámolni. Köszönöm szépen a játékot, a következő alkalommal ugyanezt fordítva csináljuk. Csodálatos volt ez a videó, nem emlékszem utoljára, hogy az évek során mikor vettem fel ennyire kinkeserves videót, de reméljük, hogy nektek legalább tetszett, nekem annyira nem. Ez a jó. Elnézést a kiborulásomért, elnézést Móni a magas hangszintemért, köszönöm szépen a szereplést, és találkozunk a következő videóban, a többit megnézzétek meg, hogyha eddig nem láttátok volna. Sziasztok! Viszlát! Hi.